Na, mindegy, engedjük ezt el. Azt mondja, itt meg mondjuk, le kéne padlózni. Jó, tehát padlózzuk le. Az mi az ott az? Adörnél van valami. Hát de ez fű. Ez még mindig fű. Mindenféle fű, de nem fogok füvet tenni oda. Normális vagy? Á, ott a wooden. Nagyon jó. Némileg egy-kettő még le van zárolva, de mondjuk tehetnénk ilyen hajó. Hajó, ha nemet. Aha, és akkor ebből lehet ilyen szürkéses. Most ennek az irányzatát is azért azt be kéne találni, nem? Vagy ezt csak így lehet, nem lehet elforgatni, hogy a másik irányba legyen a mintázati? Még semmit nem látok ettől a sötét izé mindentől. Jó, hogy a kockába, a teribe, arra gondoltad, ja. Mondjuk, ha már túl sok a minta, az már egy kicsit így bejojózik tőle az ember, nem? Tehát lehet, hogy nem ilyen hajópadlózati kéne, mondjuk ez azért van, hanem lehet, hogy ilyen minta nélküli valami, egy kicsit ilyen sterilebb feelinget adjon neki. És kérdés, hogy ez megfelelő neki, ez a sötét padlózat. Én mondjuk adom. Semmit nem látok a mintájából alapvetően, tehát akár bármi is lehet. Akár egy hajó is. Jó, mi van ott még? Vagy ilyen? Na az attól... Ugye ezt úgy szokták mondani, hogy agyhúgykövet lehetne kapni. Na, hát mondjuk ez mondjuk jó. Ez. This van. Mehet. Nappali. Várja, forgatni lehet? Nem. Jó. Ott a párkányzathoz is szépen ügyesen odalakod. Úgy. Nagyon jó vagy. Úgy. Burkolást vállalok. Hamburgerbe burkolást például. Atya úristen, vágó úr. Very much, very good. Odáj... Aha. Várjál, mert ki nem maradjon valami, mert ezt szedheted fel az egészet. Na, ez majdnem egy ezres volt ma, csak úgy mondom, ezt itt így lehajintani. A rohadt életben. Inkább a gyep. Ez magnifico. Amúgy? Tehát azért egy valcot itt most már le lehet nyomni. Egy keringőtöd. Hát figyelj, ezt itt végigvezetem, gyerekem. Ez a rész is olyan lesz. Ez amúgy nem rossz. Nem rossz. Jó, teheted le. Kimarad, azt is teheted le. Úgy. Hozzad egyenesbe a dolgokat. Úgy. Bizonyos helyeken már valószínűleg az emberek a fejüket fogják itt a streamben előforduló stílus ficamtól. Tehát mindenki kapaszkodjon azért, tehát hogy itt azért mondom, hogy itt nagyon vadokat fogunk alkotni ma este. Úgy. És ilyen full chill, tehát a zene is. Na, hát akkor mehet a keringő, ugye? Jó. Oda néz. És itt alul a shade az el is indult szépen fölfelé. Csak mondom, eskü nem annyira vészes, ugye? Jó, az a tapéta egy picit durva, de hogyha végig ezt a falat vittük volna, akkor amúgy még, tehát hogyha most épp fordulok egyet így, na jó, hát ezt a tapétát, tehát hogyha így nézed, na, a sarokba állítsad, tehát ha így nézed, úgy, nem is rossz. Az a tapéta a durva, igen, amit a hálóba tettünk, az egy kicsit talán... Lehet, hogy azt lecseréljük. Mit szóltok? Cseréljük le, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ezt kéne végigvinni mindenhol. Akkor olyan egységes és kifinomultabb lehet. Na várjál, hogyha lecsapjuk,
Ha lecsapjuk, akkor... Tehát vissza tudom-e szedni a pénzt? Adjál pénzt belőle! Megkapunk vissza pénzt? Nagyon fontos feladatunk van. Oda kell figyelni, hogy mit csinálunk, mert ha megütöd a padlót, gyerekem, jövő karácsonyig fogsz izé padlózni. Most lehet lera... A fűkönyv meg! A fűkönyv! Hát ez hülye. Leüti a fűkönyv. Most rendeltük, érted? Franciaországból hozták a fűkönyvt. De meg leüti. Ez ilyen normális? Amúgy nem kell leütni szerintem az egészet, hanem csak rá kéne tenni az újat, nem? Úgyis ki kell mosni. De hogy kell kimosni? Miért? Jó. Teszt. Jó. Teszt. Ezt most itt így feltakarítod, mert hogy nézel ki meg különben is. Mondom, takarítsad már fel, hogy... Hő, te. Jó. Teszt. Oké, mi volt? Azt mondja, hogy wall covering volt talán, és ez, de nem. Hát igen, nem. Pattern? Nem. Na várjál, igen. Hát, na most akkor lesz gond. De wall covering volt az szerintem. És talán ez. Wooden panel volt, yes? De nem ilyen. Hanem az a... Vagy de? Vagy nem? Ez az? Nem, ez tök más. Mert ennek... ez a minta volt. Mondjuk ettől függetlenül nem rossz ez se. Legyen ennyi változatosság, vagy maradjon inkább egységes? Mi történik közben? Keresem a pénzeket, gyerekek. Ja, mert hogy én hülye izé... felgyorsítottam véletlen az időt. Az E betű megnyomásával a hármast is sikerült előadnom. Az meg a gyorsítás volt. Szóval a kérdés a következő. Azt a mintát csináljuk a hálóba is, vagy a hálóban legyen egy kis változatossággal ez a minta. Közben Tira Neil, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést, és üdvít, nagyon szép estét neked. Hello. És pont kijön a zenére, érted? Mua! Így. Csend? Melyiket szeressük jobban? Legyen egységes, azt mondják. Lehet más. Na, ezen igazodjon ki a streamer. Melyiket szeretnétek? Iszok egyet, az a baj, az nem történt még. Többen mondják, hogy lehet más. Oké, akkor marad ez. Vagy akkor ez lesz. Akkor bizony egy picit így megvariáljunk. Úristen, mi történik? Cicmic! Függönyre és tapétára! Hát egy tündér vagy. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a donációdat. Hát őrület. Őrület vagy te, jány. Köszönöm szépen még egyszer. Várja, mert a függöny mögött is be kellem rakni. Ja, várjál. Nem fog működni. Ó, te, ahol nem ütöttük le, oda nem engedi tenni. Az anyámot. De ne, a mennyezetet... Ne üss! De hát ott van, oda van rakva.
Hülye tapéta. Ne aggódj, van pénz lóvéra. Dráma, dráma. Ez a vámpír ez nagyon drámát okoz nekünk. Amúgy, hogyha pörgetném az időt, amit ugye megállítottam, akkor egy picit jöhetne pénz is, amit én most amúgy nagy mértékben égetek el fele, ugye azzal, hogy duplán csinálunk valamit. Amúgy olyan, mintha padló fölmászott volna a falra is, de teljesen jó lesz. Jó, nincsen sehol ez a szörnyezet. Oké. Takaríts el föl. Úgy. Na. Úgy. Mondjuk, hogy hova sepri, azt mondjuk nem tudjuk. De új seprő jó seper. Ez az. Hajtod csukjad be, légy szívesen, kihűl a szoba. Szóval, ott tartottunk tehát, hogy fal, és akkor this van. Ez az. Yes, baby, yes. Yes. Very good, very good. Ott is kimaradt egy ilyen, én láttam, ott új. Azt nézem, hogy ott meg vagyunk, ide meg vagyunk. Oké. Okay. Ja, elfogyott a pénz, vagy mi van? Nem, még van 87 ezrem, jó? Úgy, pakoljad oda szépen föl. Aha, nagyon jó. Ez a zene. Konkrétan így becsillelsz tőle. Közben amúgy, hölgyeim és uraim, a felkeltő jel Jatek játékparancsra előbukkanó linkre, aki esetleg a frissen érkezett és még nem tenyerelt rá egyszer, az legalább egyszer tegye meg, aki pedig már megtette, az tegye meg még egyszer. Hát utólag azt mondanám, hogy az egységesen jobban jártunk. Holna most már így marad, mert még egyszer nem verem az egészet onnan, mert... De nyomkodjuk meg a linket, így van, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Jó! Nagyon jó, ez is megvan, az is megvan, a fürdővel majd foglalkozunk most. Hölgyeim és uraim, a fürdőnek jött el az ideje. Azt mondja, hogy le kéne burkolni a falat. Na most a falra mondtuk, hogy fekete meg vörös legyen a történet. A fekete legyen szerintem a fal, és a vörös csempe, járólap, az működőképesnek tűnik az én elméleteim alapján. És nem jó gombot nyomtam most, úgyhogy wall, keramikus, és akkor nézzünk valami értelmesnek kinéző valamit. Ilyen nagy tile, az jó lehet ilyen nagy tile. Hát ez túl vizé. Igen, és akkor fekete. Ez feketének minősül? Vagy kény... Hol van a fekete? Black. Mint... Hát biztos, hogy ilyet nem rakok oda. Hát mondjuk amúgy ez sem lehet olyan rossz, hogyha van fekete. De ez zöld, kék. Móni, a feketét, a várja, pislogjál, mert rebootolnom kell a izé fókuszt, nekem is, ne aggódj. Az igen. Ez egyszerre mind a kettőt kipipálja, nem? Mert hogy black and red. Ha, érdekes. Mondjuk inkább kéknek látom, mint sem blacknek. Nem nyert hangszórót. Large styles. Large style-ba. Ez minősül feketének? Azt tetszett nektek? Az ebbe a mintába a kék és izé egybe?
Ez. Figyeljetek, most csináljuk azt, hogy nézzünk meg egy tesztfalat, jó? Tehát behúzok ilyennel egy tesztfalat. És akkor megnézzük, hogy hogy néz ki. Illetve, hogy reagál-e a csúszka rá. Minimálisan reagált rá. Szeretjük? Kérdem én. Mondjuk egy feketének nem mondanám ezt. Nem tetszik. Önkényesen döntök. Na, bocsánat, megfáztam. Igen, Maestro! A négyes trekket! Köszi! Maestro! A hülye DJ elment, cigi szünete van, vagy nem tudom. Majd mindjárt újra lesz zene. Na, azt mondja, hogy maradjunk akkor szerintem a large tile-nál, és akkor ez a fekete lesz a befutó, és akkor maximum azt tudjuk megcsinálni, hogy felrakjuk idáig ilyen derék magasságig, és akkor fölfelé meg, mit tudom én, majd valami más szint választunk. Mit szóltok? A fölfelé meg majd vörös lesz. Tehát, hogy így megosztjuk így a bulit. De ez fixen ilyen lesz, itt ilyen feketéses, oké? Okay? Jó, visszajöttek a cigi szünetről, meg megittak egy felest, és akkor most megkilátott a banda az újabb fellépési részlegnek, vagy az újabb szekciónak. Lassan már fejből nyomom én is amúgy. Úgy. Én nekem bejön így, nekem ez így működőképes. És akkor ugyanezt folytatván, yes, just, kicsit piros, kicsit nagyon piros, nem lehetne kicsit halvány, vagy mély bordó, this one, maybe this one, de ez már brown inkább, nem? Miért nem írja ott rendesen a színt? De ez brown, mondjuk. Nem? Az ajtó mellé odarakom, ez brown. Abból csak egy csíkot. Mondjuk a vörösből csak egy csíkot. Itt azért, aha. Vannak szakértők, a cseten vannak azért. Ezt így, de mondjuk ez se rossz. Ez, amilyen szín van még itt? Gyere vissza a papához. Igen. Hát van némi árnyalat azért összességében. Aha. Now we start to talking about how to renovate this shit. Yes, it's kinda good, this one. This one maybe? Egy csíkot így behúzunk ide, mi? Ez a bordó, vagy... Ez inkább. Na várjál, egyes vagy kettes? Így írjuk le. Mert én nem tudom megmondani a szintet, de ez burgundi piros, vagy mit tudom én, micsoda, érted? Ezt nem fogom, de nekem ez tetszene. A vámpír szereti, igen. Narancs is jó lenne, igen. Kettes, ez, oké. Okay. Egy csíkot behúzunk. Nagyon fontos. Hogy itt elkezdjél kavarni itt a csíkokkal, érted, hogy másra asszociálsz, mert a jó ég áldjon meg. Hát de azt hittem, jaj, és a mintát viszi tovább. Ez a burkoló barátom nagyon hülye. Jó. Ja, hogy ez ennyire large. Aha. Jó, mindegy, jó lesz. Nem értem, miért szarakolunk, ez a vámpír konkrétan szerintem életében nem fürdött mióta vámpír, de jó van, nagyon vörös csíkos. És akkor fölfelé meg mi legyen? Én behúzom feketével, én nem tudom. Hunna fekete? Csak egy csikot kellett volna neki. Úgy, és akkor ide végig rakod feketével. Ahogy mennyezetig.
mennyi ez eddig rakod, mert van pénz a csempére. Úgy alapvetően ugye iráig szokás lecsempézni, körülbelül onnan meg behúzod izével. Fehér festékkel, vagy festékkel azt csókolom a kezét. Tehát... Jó, hát fent van. Le van csempéze. Én azt mondom. Ez a nagy, ez egy kicsit talán túlzás, tehát hogy alapvetően azt hittem, hogy annyi a nagy, hogy ez a nagy. De mindegy, tehát hogy értitek, amekkorát látunk, de hogy így négy darabat ki egyet igazából. Nem baj, jó lesz. Oké, így. Ha így csináljuk, akkor jobban megvan az a feeling, hogy költjük a pénzt. Befejeztem. Hát amúgy. Nem olyan rossz. Én bele van húzva szép egyenesbe egy csikozat. Hát nézd meg, a hülye burkolója nem tette oda. Hogy? Nem? Állj, stop. Hát a mennyezetet mire megszűjük meg, jó, előbb a padlót, padló, na itt milyen csempét kell, kárpet, te vagy a kárpet, adőr, keramikus, jellegű, igen, és akkor, hát amú, Jézusom, ez mi? Jaj, hogy így változik a, ja, látom ott a izébe, hú, az nagyon zizi, hát de amúgy az működhet? Nem. Terrakottát kenny. Hát ezt nem tudom. Az mi az Isten? Állj. Wow. Ez valami zöld is van benne, de menő. Valami más mintát. Hát nem tudom. Hát ez még amúgy egész jó is lehet. Az a mardekáros szobában jó lesz, igen. Ez jó, mardekáros szobában. Seamless pattern. Ez a seamless pattern, ez nekem tetszik. Bár mondjuk baromira nem passzol ez az izéhez. Lehet, hogy valami basic-et kéne letenni. Vagy basic-ebbet. Az nagyon pici. Ilyen medium tile-t fogok letenni. Maradunk az egyszerűség hívénél, viszont ez medium, azt akartam volna ide, nagy valószínűséggel. És akkor ebből maximum azt tudjuk csinálni, hogy meg tudunk játszani egy olyat, hogy mondjuk valahova behúzunk egy csíkot, mondjuk pirossal, vagy valami ilyesmi, értitek? Tehát mondjuk itt ez a vonal, ez lehetne mondjuk vörös. Jaj, de ne tedd le, mondod, tedd nagyon ilyen. És belehúzza nekem, hát normális. Floors. Ezt leteszi. Nem tette le. Tévedés, nem tette le, jó, semmi baj, jó. Nem hülye a burkoló.
mondjuk. Az a baj, hogy nincsen szembe a izé, tehát az ajtó, nincsen rendesen szembe az ablakkal, tehát hogy pont egy kockányira így el vannak csúszva. Meg ugye ez két kockás, az meg három kockás. És akkor most fogod a fejed, hogy miről beszél, mi van? Te nem tudod az anyád, úristen! Igen, egy kicsit így furán sikerül. Na és akkor az volt a terv, hogy mondjuk azt a csíkot így bevörösözzük. Van itt is csak támá ilyen burgundiszerű. Ez az? Nem, csak nem. Aha, na várjál. Nagyon tekerjem, tekerészet van. Ott, jobb, ez az. This van. Úgy. Ezt tudtam összehozni, köszönöm szépen. Jaj, a mennyezetet, az anyám, úristen, azt. Ebető, igen. Júj. Legyen már ilyen virágosabb, szürkés jellegű. Igen, és akkor... Dirty but gray, pearl dark gray, azt mondja gray, dark gray, graphite black, graphite black, traffic black, és akkor az hátra beszámítja még a shades of black részre is. Mit szólunk ehhez? Hát ebbe a fürdőbe is elég furán érezném magam, hagyd ne mondjam. Úgy. Ja, meg a Terry Black. Ha várjál már, hát itt már ketten festenek, ugye nem dupla pénz, ezért két ember feste, meg hűlsz. Nagyon jó. Itt is meg vagyunk, ott is meg vagyunk. Várjál, előszobában valami hülye nem tette le a padlót. Jaj. Csukd az ajtót. Úgy. Ó, azt ide mit tegyek? Jó, semmi baj. Flor. A flornak a Tomia. Igen, carpet. Nem carpet. Igen. Keramikus jelleggel. Ide leteheted ezt a... ezt. Hát nem. De a falhoz próbálom hozzani. Ne, hát szerintem maradjunk akkor a wooden dolognál. Igen, és akkor végig ez lesz kész. Eldöntetett. Ne kavarjuk meg ennyire a dolgokat, jó? Mert gondok lesznek. Úgy. Kiváló. Jó, és akkor basic design alapján azt mondja nekem most ott a játék, nem tudom mennyit, pont látjátok, tök jó. Bútorra maradt pénz, 85 000 dollárom van még a játékban, nagyon fontos, amúgy én magam csóró vagyok, de a játékban ott van. Ez már nagyon drága lesz így, nem számít. Nem számít, hogy egy vámpír fogja kivenni, hogy tele van. Nagyon fontos, hogy a függönyt kell elsőként visszahelyeznünk, mert valami hülye leütötte. Igen, azt mondja, hogy editális, dab. Jaj, édesfiam, az melyik volt ez a szín? Ez az. Aha, nagyon jó. Nagyon jó, és akkor kezdjünk neki. Kell neki egy hálóba egy ilyen ágyikós dolog. Na most melyik a leggótikusabb jellegű ágy? Ez mondjuk amúgy tetszik én nekem. Na most várjál, ennyi? That's all? Hát akkor ezt fogod ide kapni. Annyi, hogy valami színezetbe
Vörösös. Aha. Az jó. Mint, ne tegyél rá mintát, mert megbolondulok. Jó. Nem, így. Aha. Mondjuk, hogy azt miért nem lehetett a barnát átállítani, azt mondjuk baldahinos kéne. Amúgy... De nincsen baldahinos ágy? Kívánok jó napot. Ezt uszkápolna. Mindegy, most már ez az ágy marad. Biztos extra? Hát vagy a függönyt ki kell választani, és így fölé teszed. Na mindegy. Igen, kéne ide. De ilyen mini café table-be lehet megoldani a izét, éjjeli szekrényt, vagy ez innen akar lenni éjjeli szekrény. Hát még nagyjából ez passzol, de... Bezzeg, ennek tudom állítani a színét izére. Na menj már, de az ágyot miért nem lehetett? Na, állj. Ágy. De ez csak a húzatot lehet rajta állítani, a keretet miért nem? Chat, lehetne annak azt a fa részét állítani amúgy a játéknak? Mert ugye itt, ha kiválasztom mondjuk ezt a bútort, ennek tudom állítani a színét. Nem lehet csak a húzaton. Hát de így hogy fog passzolni az egész? Hát itt tök hülyén néz ki. Mindegy. Fekete kell neki. Úgy. Akkor feketét kap. Hát. Hova tegyük ezt? Jó. Majd megyek végig a kötelező elemeken, aztán majd variálunk még maximum. De ezt nem lehet választani a jó széken. Hát megbolondulok. Aha, és hogyha ennek át lehet állítani a fa részét feketére és vörösre? Nem, csak azt a izét tudom állítani. Hát komolyan mondom, hogy mi ez már, Móni? Mondjuk abból ki lehetne hozni, de ő nem tud passzolni a másikhoz, a fehér lábhoz. Hát meghűlök. Micsoda? Ablakot kár, hogy nem lehet lefesteni az ablakot. Ablakot akarnád lefesteni? Miért? Hát ezek nem passzolnak ahhoz a lábhoz. Ez még talán... Várj, és akkor ezt tudom... vörösíteni mondjuk? Hát de a lábát nem lehet átállítani. Megy az ágyhoz. Jó, de az asztal ez így akkor nem jó. Hogy kell eladni? Hol tuszál? Nem jó az asztal. Ki vagyok, Margit? Komolyan mondom neked. Aha. De meg miért csak a tetejét állítod át? Hát, hogy lehetsz ilyen bunkó? Csak a tetejét változtatja, a lábát nem. Kiégek. Komolyan mondom, kiégek. Hát az eg.
Jó, ide, most már, jó, nem, felhúzott, kész. Hagyjál békén, olyan lesz, amilyen lesz. Nesze neked, vörös szék. Hülye paraszt. Mármint, hogy... Nesze. Jó, mi? Nagyon jó, egyé. Hülye gyerek. Na, Jézusom. Jó, igen, azt mondják... Eine kleine kanapé. Very much piros. Az jó a piros? Várjál, most amúgy vannak új kanapék. Na jó, így akkor... Aha. Hú, az mondjuk szereposztó díványos. Ezt így nappali közepére be kell... Azt mondjuk... Aha, na azt mondjuk adom. Így, ide fogod tenni. Igen, és akkor valami normális mintát nekem adjál, légy szíves, és akkor... Igen, és akkor igen, és akkor tehát... Ez bordó, az... Aha, ne, újtom, kimadra. Aha, úgy. Kellően gusztustalan, ez az. Ide majd jön egy komód, vagy valami ilyesmi, és oda megy a... tévé. Szia Leia, hello, üdvözöllek a nagy átalakító showban. Kellek fáradj, foglalj helyet, hozzál innivalót, ennivalót. Na várjál, mert ide, le, aha, na mondjuk az mondjuk, az jó lesz. De amúgy még sötétebbre lehet venni? Nem, ez így adom, jó? Úgy, $60 egy ilyen asztalomon. Igen. Kell egy ilyen dugada is neki. Hát figyelj, hova tegyenlek, ugye? Nézzük még, hogy mi van. Olyan kéne, ami basszol a mostanihoz. Majdnem megcsúsztam ezen, gyerekek. Aha, de nem. És de olyan kéne, ami ehhez passzol, ami most van. Ez ehhez? Ez mondjuk passzol? Ez nem. And maybe this one, de nem. Most oké színbe, de a formája nem olyan. Kiégek, nincs hozzá kapcsolódó kis fotel. Hát beszarsz. Ezt kérem puffogva. Igen, és kérem ezt a bordót. Hogy? Úgy. Nagyon jó vagy. Legjobb jó. Mondjuk nem csak középen az asztal, amúgy. Állj. Úgy. Nagyjából. Jó. Szerintem kell neki még egy bútorzat. Meg kettő bolt-szerű valami. Na jó. Én. És a karpet? Karpetot is. Már ilyen kerek karpetot. Nagyon jó. Igen, színben nagyon nem jó vagy, meg mintázatban se. Ó, nagyon veri szívecske. Jó. Aha, na megérkeztünk. Aha. Nagyon jó. A szerelmi fészek, ugye? Nagyon tetszik nekem, ez itt nagyon jól néz ki. Viselkedjetek már a rohadt életbe. Na jó, azt mondja, hogy igen. Geppetto. Igen. Anyag használatban. Én azt mondom, hogy... Hát amúgy... Adom. Nagyon jó.
tévét, azt valaki tegye már fel falra, mert nincs ott. Nász utas lakosztály? Hát a vámpírnak, hogy szeretettel fogadjuk itt, ugye? Igen, azt mondja, curtain az volt, azt mondja, keep it in the closet. Tehát figyelj, abból a pillanatban átváltott erre, nagyon jó. Mennyi kell ebből? Egy kell. Hát biztos, hogy nem rakom oda. Itt meg egy kicsit útba van, de... most rá se fütty. Hát amúgy a most... aha. Hát ne vagy ilyen izé. Retro jellegűt. Milyenek az újjak? A... kedves vámpír barátom, azon van egy tükör, ne foglalkozzál vele, majd kiütjük. Aha. Aha, na most ebből. Rendelkezelete egy ilyen kellemes sötét. Sötét szű... de hát ez... aha. Hát... amúgy... de piros legyen a szekré... piros! Miért lenne a piros? A bútorok, egyéb bútorok azok pirosak. Látod, ott a éjjeli szekrény is nem piros. Jó, ez nem pornós. Tetszik. Jó, és akkor itt ilyen polcokat kéne elhelyeznünk meg egyéb hülyeségeken. Na most, kedves videójáték, TV. Nick TV? Akkor hagyjál meg. Mármint, hogy nagyon jó lesz, abszolút. Ez feketébe, elő tudod nekem varázsolni. Aha. Mondjuk a fehér az nagyon kirikít itt a buliból. Ezt így megjegyezném. Tehát, hogy ezt nem választhatom sajnos, ez a fehér, ez... hát, Jézusom, nem tudom, mi történt. Igen, és akkor space-szel kiválasztjuk, hogy ilyen normál mintázata legyen, és akkor feketével odarakod. Ja, kell még egy valami. Csinál vajon? Még amúgy nem vagyunk meg. Az a durva, hogy a black and red árnyalatokkal nem vagyunk meg, az nincs kipipálva. Az a nem mindegy. Az micsoda? Na, várjál már egy picikét. Timi! Ha, hello! Épp színházban vagyunk, szünet van, My Fair Lady. Gondoltam, remek alkalom, hogy bedobjam. Köszi szépen, és jó szórakozást nektek, az egy nagyon-nagyon jó darab. A szereposztás pedig ennél jobb, nem? Jaj. Aha, na most tehát az történik mindeközben a videójátékban, hogy észrevettem, hogy egy ilyen DLC jellegű valami, egy ilyen palasz valami itt így van. Aha. Hoppá! Ja Istenem, mi történt? It's very porn, igen, és akkor, ha nyomunk egy ilyet,
Így. És aztán teszed bordóra. Ó, öcsém! Na most megérkeztünk a izéhez. Ez az. Yes! Mindjárt a szekrényeket is eladom. Hát azért hello. Hát... $500 egy ilyen! Na várj, itt volt egy ilyen... Nem ez, nem... Aha, Baldahir, ilyen spanyol fal, vagy mi az istennek hívjanak. Aha, na ez is lehet, mert itt amúgy jó így. Hát nem, akkor nem látszik az a gyönyörű mintázat. Igen, amúgy közben már amúgy a izét mutatja nekünk. A fürdőt. Ez a fekete? Lehet. Nagyon jó. És akkor az van, hogy ide ilyen kis serleget, meg egyéb ilyen dolgokat így el lehet helyezni. Aha. Én nekem ez így egészen tetszetősé. Very retro, $120. Hol a serleg addi, de azt is. Ó, bocsém. Az van, majd még valami gyertya kellene amúgy. Add candles. Aha. Na most a candle vajon hol van? A candle. Party. Stickers. Special. Beds. Technology. Oho. Aha. A fotóapparát. Jó, aha, mert itt bakelit lejátszó is van. Soundbar. Álljál már, még hangrendszert lehet beletenni. De miért nem lehet a színét állítani a hangfalnak? Nyakon csaplak, nehogy már csak ilyen színű legyen. Hűna. Ennél nagyobb tévé nem volt? Akcióba? $500 az is, de hülye vagy, ilyen nagyobb tévé. Jó, semmi baj. Aha. Nem lehet állítani a kinézetét. Nincs oda dolog ez. Mondjuk lentre lehet, hogy jobb lett volna. Ja, hogy azt így ráraktad. Csókolom. Azt hittem, hogy a falra szereljük. Ez most le fog esni, ha ide rakom. Ó, Mónika! Hát hogy lehet ilyet? Akkor ezt így nem. Azt hittem, a falra rögzítjük a dolgokat. Jó van az! Jó. Na várj, itt a... kiegészítő résznél... azért elférne egy ilyen óra valahol, nem? Rám jött, megtámad. Ú, nagyon vad. Nagyon vadulunk, gyerekek. Ott van, jó lesz, azaz. Soha nem leszünk kész ezzel az egy szobával, most megmondom nektek. Hol van a gyertya amúgy, ezt lehet tudni? Informatíve. Vol lempeknél? Hol van a kandel? Candle? No candle, no? Lamps. Easy. Tudja valaki? Ez csak egy szoba, hány van még? Ez egy hatalmas szálloda. Szerinted? Dísznél van, azt hiszem. Plants, wall decor, decorationnél?
Glock, anti-clock, wooden plate, mall, long fashion book, open up door, girl. Igen, 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 green, gray book, nagyon sok book, books, igen, tehát lehet így, én nem engeded. Tehát oda így be tudod a bookolni, book collection, aha, na ott a candle, ott a candle. Ő szerintja, hogy egyszer egy candle, még egy kis candle, oda is teszel candle. Gyerekem, még kell candle, tehát azt hiszitek, hogy én itt ezt túlzásba viszem, de nem, mert ő kéri. Még candle, oda is candle, nagyon sok candle kell neki. Tévé alá candle, az jó. Oda is teszel. És akkor stílusosan, hát egy darabot, hát a hülye vagy. Ója, hogy ilyen mécses is van. Te a mécses is van, meghűlsz. Azt is tudsz oda tenni. Egyes candle. Ója, hogy ilyen is van. Aha. Az igen. Na, és akkor ez hova candle? Aha. Na, merjél. Aha. Ott is sátáni idő. Na. Jó, megvan a candle feladat, nagyon jó. Kanapé előtti asztalra, megvagyunk. Igen, igen, nekem is eszembe jutott, nagyon szép. De amúgy nem olyan nagyon szar. De még mindig nincsen meg a Shades of Black and Red. Azt mondja, hogy wall decor... Nem tudom, mi történt. Decoration. Igen, a könyves polcra nagyon jó, ha teszel egy ilyen candle-t, mert akkor kellően meggyullad. Egy ilyen $100 kerül, és nem is rakta be rendesen, megbolondulok. Köszönöm szépen. Öcsém. Amúgy nagyon durva, hogy mennyi mindent össze lehet így, tehát hogy most poénkodtunk itt elég sokat, meg minden, de azért említsük meg egy pillanatra azt, hogy mennyire durván megvannak így, hogy ki van találva, hogy mi mindent lehet csinálni. Hát itt ezt így oda teszed, hogy meggyulladjon kicsit. Nem tudom oda tenni, de oda tudom tenni. Ha! Nagyon jó. Azt mondja, én csak oda raknék egy fekete kamerát egy piros szőnyeggel. Piros szekrény azért, na. Hát... Nem. A kárpit anyag az, ami piros, minden más, az fekete. Meg a mennyezet, azt ugye majdnem elfelejtettük. Jó. Amúgy mielőtt befejeznénk itt a, meg mindjárt még majd oda visszatérünk, hogy előszobában még semmi nincs, de itt a, most, mivel ez a feladat van itt pont alattam, ezt pipáljuk ki. Tehát legyünk túl azon, ami úgymond a fontos, tehát kellene egy kád jellegű, egy dézsa, hát mondjuk ez nem rossz. Hű! Hát amúgy. Tehát lehet fekete kád. Hát well. Nyomjad fölfelé nekem a izé. Hát igen, hát. Okay. Van a Palace DLC tartalma. Igen, a Palace DLC-t azt megtaláltam én is.
Igen, tehát az ágy az onnan van, a palacéból. Hát a boma, a jamaikai bob csapatos egy kicsit, igen. Na azt mondja, hogy kell nekünk egy slozi. Igen, mik vannak még, milyen fajta? Ez parancsósz? Ja, az lock. Ja, hogy ez ilyen, Ne oda üljél, gyerek! Bocsánat. De ezt is akkor itt full feketére lehet nyomatni. Az igen. De nem megy fölfelé szinte semmit az a csík, az a bajom. A Shades of Black Red résszel nem válunk jól. Tehát lehet valamit át kéne... Tehát lehet, hogy ezt nem számítja a szürkét fekete, tehát hogy Shades of Blacknek. És lehet, hogy ez a problémánk. Értitek? Úgyhogy ez így problémás lesz. Wow. Mik vannak? Mik nem vannak? Fekete függöny... Nem, a függöny az pont jó, mert az vörös. De ugye itt az a lényeg, hogy vagy fekete, vagy vörös legyen. Tehát, hogy ezt is tudom ilyen vörösösre rakni, ha akarom. És az elvileg oké. Okay. Tehát, hogyha mondjuk itt is ilyen feketésre rakjuk, egyszer, meg legyen mondjuk kettő, még egyszer. Az igen.